Sziasztok! Szeretnék nektek bemutatni a 10 újdonságot, ami a The Wild update-tel érkezett a Minecraftba, vagyis az 1.19-es -sel. Ha nektek valami nem tetszik az új dolgok közül, vagy esetleg más traktatok volna be ebben a patchben, akkor írjátok le kommentben. Amennyiben tetszik a videó, ne felejtsetek el dobni egy lájkot, like osszátok meg, és iratkozzatok fel a csatornára. Nézzük is ezeket az újdonságokat! Ellai személyében kaptunk egy új segítőt, őt két helyen találhatjuk meg, vagy a Pillager Outpostoknál, vagy uh, Woodland Mansionöknél, és hogyha megtaláltuk, akkor tudunk rárakni egy picike kis kötelet, egy leadet, és uh, meg tudjuk kötni szegénykémet. Egyébként nem ö, fontos, de ha nem kötjük ki, akkor általában elszokott szokott mászkálni. És őt pedig arra tudjuk használni, hogy ha adunk neki egy tárgyat, a kezébe nyomunk valamit, akkor ő azt össze fogja szedni nekünk, hogyha talál a környéken. Tehát például most oda kidobáltam egy csomó almát, meg oda is, és ő szépen megy, összeszedi az összeset, és ide fogja nekünk hozni, tehát végül is ilyen item kollektorként működik. És hogyha kivesszük a kezéből, jobb klikkel azt a tárgyat, amit a kezébe adtunk, a azok kezdve nincs munkája, és szépen csak repked. Vagy szépen megint vissza tudjuk ide kötni, és akkor nem fog elmászkálni, mert egyébként elég durván elszokott repkedni. De ez egy nagyon-nagyon jó újítás, hogy végre van egy kis item kollektorunk, aki szépen összeszedegeti nekünk a dolgainkat, és odahozza a kezünkbe. Eddig a nulladik magasságon bedrockot találtunk, viszont mostantól a mínusz egyes magasságtól egészen mínusz 64-ig található a Deep Dark Biome. Ez egy Deep Slate réteg, ilyen blokkokkal van tele, és itt ugyanúgy megtalálható a széntől kezdve a vason keresztül az arany, a redstone, mindenféle egyéb érc, gyémánt is, és ezen kívül nagyon szép ilyen képződményeket láthatunk, ilyen szerűség úgyhogy ez a dripstone blokk, az ebből ugyanúgy tudunk építkezni, és nagyon nagy területeket foglal el ez a gyakorlatilag ez a Deep Dark Biome, tehát nagyon sok területet tudunk felfedezni, és érdemes lejönni bányászni, mert nagyon sok mindent tudunk találni. Például itt is van egy kis redstone, és hát ezen kívül nagyon is jól néz ki az egész, van egy kis vas is, úgyhogy érdemes mindenképpen lefele ásni, és túl mére ásni, tehát lejönni a nullás szint alá, és megnézni ezt a Deep Dark biomét, mert fantasztikusan néz ki az egész, így ahogy van. A Deep Dark bioméban találhatók a Deep Dark City-k, vagyis városok, itt uh, található, meg a legnagyobb ellenfél ellenség most a játékban a Warden, amit hát eléggé nehéz megölni, és minket viszont nagyon könnyen meg tud ölni. Ahogy mászkálunk, vannak ilyen skák szenzorok, amik detektálják, hogy mi itt vagyunk ezen a részen, ott már az detektált is minket. van ilyen skák shrieker, aki majd így ránk pakol egy ilyen debuffot, és akkor szépen úgy jönni fog a egy hát, látszik is ugye, hogy azok mozognak, minket detektálnak. És jönni fog valamikor a Warden, ami mondjuk nem túl ö, jó dolog, mert ö, gyakorlatilag pikpak el tud minket intézni, és nem biztos, hogy nekünk arra szükségünk van, de alapvetően nagyon jól néz ki ez az egész ö, új ö, zóna, és ö, Hát nem lesz egyszerű itt mászkálni, pontosan amiatt, mert hogyha elkap minket a Warden, akkor hát nekünk gyakorlatilag annyi. És sokat kellett hozzá mászkálni, de rajtunk van a Darkness debuff, és valahol itt is lesz mindjárt az a kis Warden. Megérkezett a Warden, és itt van atya, úgy isten mekkora. Diába van rajtam buff. Szépen nagyon fog verni. Gyönyörűen. Szépet sebez. És ennyi is volt. Úgyhogy igazándiból, ha itt lent mászkálunk a Deep Dark City-ben, akkor nagyon óvatosnak kell lennünk, mert hogyha véletlenül ezt a warden megidézzük, akkor valószínűleg ez lesz a vége. Került a játékban a Skull Catalyst nevű blokk, ami annyit tud, hogy ha közelében megöljük a mobokat, akkor nem dobnak XP-t, hanem eltárolja azt nekünk, megváltozik alatta a blokk, és később ki tudjuk szedni belőle az XP-t. Ez azért jó, és így látszik is, hogyha meghal egy mob, akkor így aktiválódik a blokk, és átalakul alatta így a terület, mert a későbbiekben akkor ki tudjuk szedni az eltárolt XP-t, és uh, nem feltétlen kell mondjuk mob farmot üzemeltetnünk. Egyedül annyi a hátránya, hogy ezt ugye csak a Deep Dark Bionic-ban tudjuk uh, megtalálni ezt a blokkot, tehát mindenképpen le kell mennünk a mélységbe, és uh, sajnos ezt csak itt lent fogjuk tudni megoldani, és hogyha így szépen elterjesztettük ezt az egészet, akkor nincsen más dolgunk, mint hogy szétcsapkodjuk ezeket a blokkokat, és már is kapjuk érte az XP-t, mert ugye el van benne tárolva, tehát végső soron ez a blokk, ez a Sky egy XP tároló blokknak felel meg, így hogyha el akarjuk tárolni az XP-nket, legyen egy kis plusz nekünk, akkor ezt itt lent megtehetjük, és a későbökben csak lejövünk, és szépen szétcsapkodjuk ezeket a blokkokat. Ami szerintem egy nagyon jó ötlet, mert így legalább tényleg lehet árulni az XP-t. Az utóbbi update nagyon sok minden került be a játékba, és ez a régebbi világainkra nem nagyon volt jó hatással. Viszont most behozták azt, hogy a régi világokat tudjuk korszerűsíteni, keverni a biomékat és egyéb dolgok, így hogyha van egy régi világunk, akkor nem lesz az a probléma, hogy például a Deep Dark Biome belekerüljön, tehát szépen újra generálja nekünk ezeket a részeket, és gyakorlatilag a rendes, sima kis világunkba szépen, ahogy megyünk akár jobbra, balra, lefele, mindenfele, már benne lesz az új terület, az új biome, és meg lehet oldani azt, hogy tudjuk az új dolgokat is használni a régi világunkban, és ez egy nagyon jó kis újdonság szerintem. Az 1.19-ben a legújabb biome a mangrove swamp, vagyis a mangrove mocsár, ez egy új biome, ahol uh, újfajta fákat tudunk találni, újfajta élőlényeket. Ezeknél látszik, hogy teljesen máshogy néznek ki, mint a, a sima fák. Ugye ezeknek ilyen nagyon uh, hosszú, uh, fölálló mangró vagy gyökerei vannak, és később uh, sokkal főjebb kezdődik csak maga a fa. Uh, ezeknek a fáknak van egy ilyen, hát... Ez az, amit ugye el lehet ültetni, ez a picike is zöld, ilyeneket lehet szedni több helyen is, ugye ez a mangrove propagule, ezt el lehet ültetni mind ide a szárazföldre, mind pedig a vízbe, és ott szépen ki fog nőni, úgyhogy bárhol tudunk mangrove fákat növeszteni. Ugyanúgy van neki szép egyedi levele, és hát ugye maga a, a, a fatörzs is teljesen más, abból is lehet nagyon sok mindent építeni. Ezen kívül ebben a bioméban lehet találni ilyen kis pöttyös részeket. Ebből fognak kikelni a kis ebihalak, és később majd pedig békák lesznek belőle, és a békák azok általában itt megtalálhatók ugye a mangrove mocsarakban, nagyon jól néz ki ez az egész, teljesen jó a hangulata, nagyon jó építőanyagot lehet ugye szerezni, itt ugye maga a mangrove fa, erre tökéletes, és hát maga az egész is én szerintem egy nagyon jó kis új biome, a békákkal együtt, meg a kisebbi halakkal együtt, nagyon kis üde színfoltja lesz a játéknak mostantól. Bekerültek még a játékba a békák, amik lehetnek különböző színűek, attól függően, hogy milyen bajomiban vannak, lehetnek narancsárgák, fehérek vagy zöldek, és ők még ilyen pici kis ebihalként kezdik meg az életüket, ugye itt a mocsárban, és akkor szépen ahogy megnőnek, ilyen jó nagy békák lesznek belőlük, ők Szent János bogárral táplálkoznak, tehát ilyen Firefly-okkal. Ezek ilyen nagyon picike, két pixeles méretű kis repkedő világító kis bogarak. Elég ritkák, és általában ugye ott találhatók meg, ahol a, a békák is mászkálnak és élnek egy elég érdekes kis újfajta állatról van szó, szépen brekegnek, úgyhogy szerintem elég sokat hozzáadnak a játékhoz. Bekerült a játékba a sár blokk is, amit mi is tudunk találni mangrove mocsarakban, de hogyha szeretnénk kraftolni, akkor tudunk még pedig úgy, hogy lerakunk egy földblokkot, és egy kis vizet adunk hozzá, és már is elkészült a sár blokkunk. Ezt legfőképpen építőanyagnak tudjuk használni, adunk hozzá egy kis búzát, és innentől kezdve nincsen más dolgunk, mint ugyanúgy a többi ö, briket téglát, szépen így lekraftoljuk, és ebből gyönyörűen lehet építkezni, lehet új házakat, újfajta megoldásokat, ki mit szeretne, Értemszerűen lehet belőle lépcsőt is készíteni, hogyha valaki azt szeretne, akkor lépcsőt is lehet craftolni belőle, lehet belőle csinálni kerítést is, tehát csak a képzelet szab határt. Úgyhogy ez nagyon jó jött most, mert így plusz egy építőanyag van, amiből nagyon szép dolgokat lehet építeni. bekerült a játékba egy újfajta csónak, és itt most nem feltétlenül a mangrove csónakra gondolok, mert azt is tudunk csinálni, és akkor ez egy picit ugye újfajta csónak lesz, de ettől függetlenül tudunk csinálni olyan csónakot, amiben tudunk rakni csesztet, és hogyha ezt megcsináljuk, akkor már is lesz egy olyan csónakunk, amiben tudunk szállítani mindenféle dolgot, szépen lerakjuk, legugolunk, jobb klikkel rányomunk, és itt van a kis csesztünk, amiben nagyon sok minden belefér, nem muszáj a kezünkben a dolgokat, hanem szépen így mögöttünk van a kis ládikánk, és már is útra kelhetünk, és sokkal egyszerűbb itt bármilyen anyagokat szállítani egy csesztel a csónakunk végében. bekerült a játékba egy Recovery Compass nevű tárgy, ami annyit tud, hogy megmutatja, hogy hol haltunk meg, és segít, hogy megtaláljuk a hullánkat, és össze tudjuk szedni a kiesett, elvesztett dolgainkat. Nem kell hozzá más, mint kell egy kompassz, egy iránytű, és 8 eko sárt. Ezt szépen e, lekraftoljuk. Így is van, elkészült. Ez természetesen itt kell hagynunk a ládába, tehát hogyha meghalunk és elejtjük, akkor értelmszerűen nem tudjuk használni. Van itt egy picike láva, mindjárt elmegyek meghalni. Van egy nagyon értékes fa csákányom, ez tőlem most ki fog esni, remélhetőleg nem a lávába. Szépen újra spawnoltunk, fölveszünk ezt a kis iránytűt. És ugye az iránytű az csak adott területen fogja nekünk mutatni, tehát hogyha a nedörben vagyunk, akkor ott tudja mutatni, hogyha az endben akkor ott ugye, és hogyha itt az overworldben, akkor pedig itt fogja nekünk mutatni, hogy merre van a hullánk. És szépen mutatja is ugye az irányt, hogy abba az irányba kell mennünk, és nagyon remélem itt is van, szépen föl lehet venni a kis nagyon drága pa csákányt, és már is mindenki boldog. Ez egy nagyon jó újítás, ez tényleg, hogyha meghallnánk, akkor gyönyörűen meg tudja mutatni, hogy merre van a hullánk. Úgyhogy ez szerintem az egyik legjobb újítás, most bejött a 1.19-ben.